Anyagilag fogja támogatni Románia a kommunizmus áldozatainak múzeumát Washingtonban, döntött a képviselőház. Az intézményt számos kelet-európai ország is finanszírozza. Az idén az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban megnyílt a kommunizmus áldozatainak múzeuma nevet viselő intézmény finanszírozásáról döntött a képviselőház plénuma. Amikor néhány hónapja a múzeumban látogattak, akkor derült ki, hogy pár több kelet-európai ország, többek közt Magyarország és Lengyelország is támogatja az intézményt. Románia nem finanszírozza a múzeumot, árult el híradónknak Csoma Boton parlamenti képviselő. Őszinte mondom, egy elég kényes pillanat volt, amikor a, romániai delegáció rájött arra, hogy tulajdonképpen Románia kimaradt ebből a projektből, nem finanszírozza a múzeumot, és akkor azok a parlamenti képviselők és szenátorok, akik jelen voltunk abban a, azon a hivatalos látogatáson eldöntöttünk, hogy, eldöntöttük, hogy mikor hazatérünk, le fogunk tenni egy törvényt, arról, hogy Románia is hozzájáruljon a múzeum finanszírozásához, és ez történt ma meg a képviselőház plénumában. A Washingtoni Múzeum a kommunizmus áldozatainak emlékére a belvárosában, a kormányzati negyedben, a Fehérháztól néhány száz méterre működik. Csomaboton szerint fontos, hogy Románia is támogassa az intézményt, mivel az országban alakult ki a 20. század második felében az egyik legdurvább kommunista diktatúra a keleti tömb államai közül.